Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek, szeretettel, sziasztok! Tudjátok, mindenkit a csicsovszkiurnőjósok.hu oldalára invitálok, hiszen hogyha teljes körű közvetítést szeretnétek, mindenképpen a csicsovszkiurnőjósok.hu oldalán tudtok regisztrálni. Nagyon sokan pár perces hívnevet szeretnének a nevemmel, a fotómmal. Nem írok senkire, édeseim, tehát amennyiben a csicsovszkiurnőjósok.hu oldalán regisztráltok, tudnotok kell, hogy mindenképpen én leszek az, aki közvetít nektek. Hello mindenkinek, csodálatos szép napot kívánok! Hello mindenkinek, sziasztok, nyomkodjátok a lájkokat! Nagyon fontos információ, édeseim, aki ingyen közvetítésről nem szeretne lemaradni, mindenképpen kövesse ezt az oldalt. Ha nem követtek, édeseim, lemaradtok az információkról, lemaradtok a közvetítésekről. Hello mindenkinek, csodálatos szép napot kívánok mindenkinek, nyomkodjátok a lájkokat, akik még nem követnek, tegyék meg, így részesük lehet abban, hogy mégis egy vadidegen embert hogyan szólítok fel itt a chat falon, vagy hogyan is mondom el emberek életét. Azt tudnotok kell, hogy manapság, amikor egy látnokkal találkoztok, az nagyon nagy erény, az egy nagyon nagy csoda, hogy ténylegesen belelát olyan szinten az életedbe, hogy ténylegesen, ha szkeptikus voltál és bizalmatlan, ténylegesen hinni fogsz, hogy léteznek a túlontúli információ átadások. Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok, csodálatos szép napot, nyomkodjátok a lájkokat, osszátok a live-okat. Nagyon örülök, hogy egyre és egyre többen bejöttök az élőbe is, elmondjátok, hogy hogyan éltétek meg a velem való közvetítést, hogyan is szólítottalak fel a te történeteddel, és hogyan is működött az, amikor konkrét nevekkel támasztottam alá a te sztoridat. Lényegességében nagyon fontos és nagyon határozott a történet, hiszen nem játék, tehát ténylegesen egy türelmi játékról beszélünk, tehát amikor privátban megkeresel, a privát közvetítések a csicsovszkiurnőjósok.hu oldalán tudtok beregisztrálni, minden hivatalosan működik, édesága szerelmeim, tehát mindenkinek kötelességem kiállítani a számlát, időpont egyeztetés nélkül nem áll módonban senkivel foglalkozni. Hello mindenkinek, sziasztok! Akik még nem követnek, tegyék meg, így lehetőségük van hallani, hogy hogyan is szólítok fel itt egy élőben bárkit a történetével. Természetesen, ha befogadóképes vagy, és ténylegesen érdekel, hogy hogyan is működik, láthatod. Nagyon sokan félnek ezektől az információ átadásoktól, mint ahogy egy-egy élőbe is elmondtuk, hogy aki ténylegesen szeretné, hogy itt élőbe közhíré legyen téve a története, ténylegesen fel kell vállalnod. Ez esetben, hogyha te privát közvetítést szeretnél, mert nem szeretnéd közhírét tétetni, hogy mások hallják a te történetedet, egyértelmű, ezért is lett megalkotva a csicsovszkiurnőjósok.hu oldala. Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek, édeseim! Nézzétek rendszeresen a napi sztorimat, mert rendszeresen osztok meg itt videókat, rengeteg információt adok át, nagyon-nagyon sokan könyörögtök, hogy foglalkozzak veletek privátba, nagyon sokan nem tudjátok megfizetni, nagyon sokan nem szeretnétek erre költeni. Tehát az, hogy nem tudod megfizetni, vagy az, hogy nem tudod, vagy nincs lehetőség, ezért is alkotom ezeket a dolgokat, azért is vannak ezek az élők, hogy láthassad, hogy mennyi embernek segítek ingyen, a szabad időmbe, órák hosszán keresztül folyamatosan közvetítek. A tegnapi napon, konkrétan hajnali 5 órakor zártuk az élőt, nagyon-nagyon sok információ volt, és nagyon sok átadó információ, hogy mégis hogyan működik eme csodálatos természet fölötti világ, hogyan is működnek azok a történetek, a látnoki képességek, vagy akik mágiáznak, milyen úton haladnak, mik a tiltott mágiák, ki miben nyilvánul meg, és ki mihez nyúl. Nagyon fontos, hogy az útról, ha letérünk, akkor nyilvánvaló teljesen másban nyilvánul meg a történetünk. Hello mindenkinek, sziasztok! Akik nem követnek, azok kövessenek, édeseim, így nem maradtok le az élő adásokról. Hallhatjátok, hogy embereknek az életét hogyan segítem itt élőbe, ingyen teszem. Nyilván, ha privátba szeretnétek, tehát ott a szolgáltatás díját ki kell, hogy fizessétek. A csicsovszkiurnőjósok.hu oldalán, hogyha az alapcsomagot választod, ott a jelenlegi helyzetedbe, ami blokkol, arról fogok neked beszélni. Az alapcsomagot alapvetően azok a személyek választják, akik például hitetlenek, vagy tényleg önmagában éves szinten elakadtak, tehát ott az alapfelmérés erről fog szólni. A továbbiakban, ha a kozmikus jóslást választátok, a szívednek, aki fontos, aki neked fontos, hogy mit is érez valójában, van-e más az életébe,
Tehát a kozmikus jóslások ott abban az egy órában, aki a szívednek fontos, annak az érzéseit fogom neked ecsetelni, lehet-e harmonikus kapcsolat kettőtök között. A továbbiakban, ha a kombinált jóslást választnátok, a kombinált jóslás a teljes körű. Ott az első körben mindenképpen egy teljes körű felmérést fogok nálad működtetni, édesdrága szerelmem, konkrét nevekkel, történetekkel fogom alátámasztani, hogy a te történetedről beszélek. Konkrét nevekkel, konkrét vezeték nevekkel támasztom alá a történetedet úgy, hogy én soha, de soha nem beszéltem veled. Ezek olyan tudások, olyan magas rezgésszinten működtetjük ezeket a történeteket, gyerekek, olyan energiák mozognak, eszméletlen dolgokat tudunk működtetni, és ez egy csoda, amikor találkozol egy olyan személlyel, aki konkrét nevekkel támasztja alá a sztoridat, tehát a múltra, a jelenre és a jövőre vonatkozóan. Ezért is jó, hogy amikor a bejárt utadról beszélek, mert el fogod hinni, hogy ténylegesen rólad beszélek. Itt nincs olyan történet, hogy bejött-e a jóslás. Ezek már jövendőlések, ezek jóslatok, kicsikéim. A kártyavetők és a látnoki képesség között marha nagy különbség van. Tudjátok, hogy mire vállalkoztok, kik azok a személyek, akik képesek az információ befogadására. Nagyon fontos azt is tudnotok, hogy ami téged érdekel, és amivel feladatod van, kettő különböző dolog is lehet, akkor fogsz rájönni ezekre a dolgokra, amikor beregisztráltál a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán, és elkezdek neked közvetíteni, akkor fogsz rájönni arra, hogy melyek azok a felgyülemlő problémák, ami fölötte elsiklottál, én erről fogok neked első körben beszélni, mert azonosulnod kell, tudnod kell a családodnak a problémáját, vagy a történetét, vagy erős érzelmi vonalon, hogy miért is vannak azok a problémák, ami miatt a jelened és a jövőd teljesen korlátozva van. Folyamatosan fogom építeni a történetedet, mint egy gyermek születése. Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy türelmi játék. Amikor felveszük a kapcsolatot, a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán beregisztrálsz, kicsim, engedned kell, hogy én beszéljek helyetted. Engedned kell, hogy elkezdjek közvetíteni, tollat, papírt elő, mindent fel kell írnod, amit leközvetítek neked. Hello mindenkinek, sziasztok! Mennyibe kerül édes galambom a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán? Ott vannak az árak, 24-től 58 ezerig vannak a közvetítési árak, a többi Ermint Plus szolgáltatás, tehát ott az árakat meg tudjátok nézni, itt a TikTok nem nagyon szereti, hogy árakról beszélünk, itt az információ átadás, az közhírré tétetett, és rengeteg információ, amivel tudom segíteni egy-egy életét. Ami fontos és meghatározó, hogyha nem követtek, szia Attila, szia Csilla, ha nem követitek ezt az oldalt, lemaradtok az ingyen információról, lemaradtok a közvetítésekről, hiszen tegnap is hajnali 5 óráig itt voltam a TikTokon, és ahhoz képest, hogy több százezren követtek, hát nem igen sokan voltatok az élőbe, úgyhogy nagyon fontos, hogy figyeljetek oda, hogy hogyan működik. Ezek az élők nagyon csodálatosak, abban nyilvánulnak meg, hogy nagyon sokan most már merik kinyilatkoztatni, hogy ténylegesen létezik ez a spiritualitás, ténylegesen léteznek olyan személyek, akik konkrét nevekkel támasztja alá a sztoridat, tehát íme a Csicsovszki úrnő, én vagyok. Lehetőség kínálkozik mindenki számára, hogy az élőkben bejönnek a hölgyek, az urak, és elmondják nektek, hogy hogyan élték meg a velem való közvetítést, hogyan is szólítottam őket fel a chatfalról, hogyan is mondtam el az ő történetüket. Nyilvánvaló a privát közvetítések, az ugye csak rólad szól, ott csak neked beszélek, és ugye nyilvánvaló ott sokkal, de sokkal több információt kapsz, mert nyilván, hogyha megszínyenítő történethez érünk, tehát nem mondok ki mindent live-okba, nyilván a nevekkel alátámasztom, tehát itt nem érhet csalódás. Te voltál szinkron színész? Nagyon ismerős a hangod. Nem voltam szinkron színész, nem voltam ilyen járatos témában. Köszönöm, aranyos vagy. Hello mindenkinek, sziasztok! Szóval édeseim, érdemes követni, már csak amiatt is, mert ugye például sokan nagyon szeretnék, jósoljál nekem, jósoljál. Fontos, hogy tudjátok, hogy a jóslás és a jóslatok között különbség van. Jósnő is vagyok, de látó is. Tehát nagyon fontos, hogy pakolom a kártyát, és közvetitek is. De amikor már elérsz egy olyan szintre, hogy nem kell kártya, nem kell inga, tehát nem kellenek eszközök ahhoz, hogy elmondjam egy-egy ember életét, egy-egy ember történetét.
Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy mi a különbség a látnok és a kártyavető között. Nagyon fontos, hogy én nem kártyából fogom elmondani a te történetedet, hanem ténylegesen az a tudás, ami bennem van, az a célodat fogja szolgálni. Hiszen nem érhet csalódás, hiszen a múltadra vezethetően is elmondom neked azokat a neveket, azokat a személyeket, anyai, apai oldal, és a halottadnak a nevét is ugyanúgy fel tudom sorolni, a szeretted, aki már nem él. Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy egy halott látó is én köztem annyi a különbség, hogy nem csak elhúgy szerettednek az üzenetét tudom átadni, hanem a bejárt útjáról is tudok beszélni. Én fogom kimondani az elhunytadnak a nevét, én fogom elmondani, hogy az elhunytadnak a történetéhez kik kapcsolódnak, kik voltak a testvérei, kivel voltak problémák, hol is él, tehát ilyenkor a lélek teljesen bemutatkozik nekem. A lélek megtisztel az információ átadásával, hogy tudjam segíteni az életeteket. Nagyon fontos ez a történet, ebben nyilvánul meg, tehát nem csak elhunytak életét közvetítem le, hanem ugye az élők életét is. Na, itt vagyok, bocsánat. Szóval lényegében minden működőképes, tehát a Csicsovszki úrnő, azaz én, mindenre is képes vagyok, tehát az úrnő mindenek felett, kicsikém. Tehát lényegében nem csak elhunyt szeretteidnek a bejárt útja, vagy konkrét nevét mondom ki egy közvetítésnél, hanem a te életedről beszélek, beszélni fogok neked elhunyt szeretteidről, édesapádnak a nevét ki fogom mondani, ha vele voltak problémák, apai, anyai oldal, testvéri oldalról fogok beszélni. Mi történt veled tegnap előtt? Ugye a tegnap előtted is a múltad, 2 nappal ezelőtt is a múltad. Nagyon sokan elkezdik mondani a történetet, hogy őket nem érdekel a múltjuk, hiszen tegnap voltál a boltba, ugye? És tegnap voltál Olaszországba is. Nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy valamiből ki kell indulni. Nagyon fontos, hogy mindig a gyökerekből indulok ki egy-egy közvetítésnél. A továbbiakban azt is tudnotok kell, hogy születésedtől fogva mi az, ami teljes mértékig blokkolja az életedet. Felépítem a történetedet. Fordított helyzetben, amikor én megkeresek egy látót, szeretném tudni, hogy ténylegesen rejlik-e benne a tudás, szeretném hallani az ő mondandóját. Nektek nem kell beszélnetek. Ha egy látót megkerestek, ha felveszed velem a kapcsolatot a Csicsovszki úrnő jósó.hu oldalán, semmit ne mondj magadról. Tisztelettel megkérek mindenkit, én fogok beszélni helyetted. Neked annyi a feladatod, hogy tollat papírt előveszel, kicsim, és felírsz mindent, amit leközvetítek neked. Nagyon fontos, édeseim, nem kérdésekkel fogom közvetíteni a történetedet, hanem a gondolati síkodra fogok rákapcsolódni, és látni fogom, hogy mi nyomassza a kicsi szívedet, mi van a szívedbe, és mi követi tovább. Mert nagyon sokan a múltban élnek, nagyon sokan olyan személyekre várakoznak, azoknak a jelentkezésükre, ahol már ők megszégyenültek. Különböző betegségek is visszakövethetőek, öröklődött betegség, valószínű ténylegesen a nagymamádról fogok beszélni, vagy a dédiről, hogy milyen kínokat és milyen fájdalmakat élt meg a szeretted. El fogom mondani a bejárt útját, és el fogom mondani azokat a dolgokat, amit meg kell oldanod. Nagyon fontos, hogy mielőtt állsz, és mivel van feladatod. Mint ahogy mondtam, lehet téged ténylegesen a Péter érdekel, de az jusson eszedbe, hogy mögé kell nézni a történetnek, miért nem jöhetsz össze a Péterrel. Én ebben fogok neked első körben segíteni, hogy miért nem tudod kialakítani maximálisan a párkapcsolatodat. Brauma azt kérdezi, melyik csomagot kell választani. 22 éves volt a fia, elhunyt. Az úrnő áldott kártyája csomagot választ. Amikor felveszük a kapcsolatot, ne mondd ki a nevét. Nekem kell kimondani a gyermeknek a nevét, jó? Tehát pár hónapos gyermekeket nem fogok leközvetíteni, tehát mindenképpen babák történetével nem foglalkozunk. 18 éven felül így van, igen. Igen, nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy pár hónapos csecsemőket nem zavargatunk, nem arról abszolút nem, tehát vannak fontos dolgok, amit tudnotok, de ezért is jó, hogyha érdeklődtök, mert így tudok mindig adni egy-egy választ, és azt tudnotok kell, hogy mindenki másképp csinálja, mindenki másképp közvetít. Szóval tényleg ez a csodálatos világ, rengeteg olyan személlyel találkozhatunk, akik különlegesek, és lehetőség van mindenki számára az információ átadás.
kedves Balogh, van ez a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán, tehát én ezek már jóslatok, tehát itt nincs lehetséges jövő, tehát itt konkrét nevekkel támasztom alá, hogy a tesztoridról beszélek, tehát az áraimat megtalálod a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán. Úrnő, voltam otthon a mamánál. Na, Attila, nagyon örülök neked, hogy akkor volt lehetőség, és megoldottad, és hát, amit elmondtam neked, igen, az Attilának már közvetítettem privátba. Hello mindenkinek, sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Igen, tehát azért is jelentkeztem be, édeseim, hogy tudjátok, hogy a privát jóslások soha, de soha nem voltak ingyenesek. Tehát reggel 8-tól gondolom 5-ig vagy 6-ig senki nem megy be dolgozni. Ha te ingyen közvetítést szeretnél, vagy nincsen anyagilag lehetőséged, gyere be ebbe az élőbe, kövessél be, hallhatod, hogy hogyan segítek a szabadidőmbe ingyen embereknek. Ha felszólítalak a történeteddel, lehetőséged van arra, hogy megnyílik számodra is a történet, mennyire vagy befogadó képes, konkrét nevekkel támasztom alá a sztoridat. Már nagyon vártam, hogy legyen itt maga, micsoda, Attila. Attila, egy hónap múlva kérje közvetítést, jó? Tehát a közvetítéseid között majd el kell telnie legalább egy hónapnak, jó? Hello mindenkinek, sziasztok! Kedves Vanessa, hogyha a szerelmi közvetítés, szerelmi jóslás szeretnél a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán, a kozmikus jóslást választ. Hello mindenkinek, sziasztok! Na, szóval tegnap is hajnali 5-ig nyomtuk a Digit, édeseim, úgyhogy ott kell lenni az élőkbe, hogyha nem szeretnél lemaradni az ingyen információkról. Nagyon sok embert felszoktam szólítani, hiszen ugye marha sokan vagyunk. Szia Dorottya, sziasztok, tehát azt tudnotok kell. Édesem, itt most nem jósolok, tehát azért jelentkeztem be, mert minden reggel annyi üzenetet kapok, és most sem értik, hogy mi a weboldal, mi a bankszámlaszám, tehát privátban nem fogok senkinek ingyen közvetíteni. Sziasztok, azt is megmondod, hogy mit szeretnék megtudni? Édesem, ha megkeresel a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán, én foglak tájékoztatni azzal, amivel feladatod van. Tehát amit te meg szeretnél tudni, az nem teljes mértékig azonosul azzal, hogy mivel van feladatod. Tehát pont ez a lényeg, hogy amikor konkrét nevekkel, történetekkel párosítom a sztoridat, amikor megkeresel, az tudnod kell, hogy a felgyülemlő problémák lesznek az elsők, amiről beszélek. Tehát a felgyülemlő problémáid, és úgy jutok oda, ami neked fontos. Ki fogom mondani az úriembernek a nevét, aki neked fontos, és ha kimondom a nevét, akkor tudnod kell, hogy fel kell kötni a nadrágot, mert ott problémák lesznek. Csak is kizárólag a figyelmeztető jellegű dolgokról beszélek egy-egy közvetítésnél, hogy tudjad, hogy a te életedet segítem. Én melyik csomagot választom, nálam nagyon nagy a probléma, a kombinált jóslás. A kombinált jóslás az mindig teljes körű. Ott adsz egy engedélyt, én beszélek. Hagynotok kell, hogy én beszéljek. Semmit nem fogok kérdezni tőletek. És mindent fel kell írni. Ha nem írod fel, akkor nem fogok tudni, mit kezdeni veled. Tehát a közvetítésnél ott marha sok információ elhangzik, kicsikém, szóval ott mindent fel kell írnotok. Jó? Tehát segítesz magadon, megmarad neked, és hogyha azok a nevek később, ugye a jövendőlés is benne van, akkor találkozni fogsz azzal a személlyel, akkor tudod, hogy spuri van. Én azoknak a nevét fogom kimondani, akik korlátozzák a megvalósításaidat. Azt kérdezi, miért vagyok jelmezve. A Csicsovszki úrnő vagyok, és hogyha látod a videóimat, akkor tudod, hogy miért. Erika Deri, keressél a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán. Ez több, mint jelmez. Igen. Semmilyen ajándékokért nem jósolok. Dollárokat, eurókat elfogadok, kicsikéim. Jó, a bankszámlára lehet utalni, ahogy megigényelted a privát közvetítést a Csicsovszki úrnő jósok.hu oldalán. Jó, én ilyen marhaságokért, ilyen korgi, meg ilyen, mit tudom én, ilyenekért én nem,
nem jósolok, tehát nem etetjük a TikTokot. Úgy gondolom, hogy egy privát közvetítés, egy privát jóslás neked is azonosul a történettel. Ami fontos egyébként, itt ingyen közvetítek a TikTokon, jó? Tehát ilyen korgi, meg ilyen dolgokat nem is kell küldenie senkinek, jó? Tehát ahogy meghallom a történetedet, úgy is fogom neked mondani. Ez a lényeg. Hello mindenkinek, sziasztok, szeretettel köszöntök. Azt írja Boldi Zsár, hogy akkor közvetíts már. Kicsém. Valószínű, hogy te ingyen információt nem fogsz kapni. Bocsi, de azért egy pici alázat és tisztelet legyen már bennünk, jó? Fizessed csak meg fele az SOS jóslást, kicsém. Fizessél a dupla árat, de ha tovább szemtelen vagy, akkor négyszeres árat fogok felszámolni neked, jó, szerelmem? Így van. A hétvégi ár az háromszoros, de neki négyszeres lesz, de ha tovább szenteletnék, akkor majd ötszörös árat fogok kérni tőle. Kedves Vivien, nagyon sajnálom, hogy az életed arról szól, amit te leírtál. Valószínűsíthető, majd elgondolkozol azon, kicsim, hogy hogyan tisztelj meg másokat. És az lesz a lényeg, kedves Vivikém, hogy akkor az életben rájössz arra, hogy hogyan is érdemes élni, és hogyan tiszteljük meg a szeretteinket. Mert addig, míg ilyen vagy, addig kőkeményen nehézségek fognak lenni az életedbe, szerelmem, és nagyon örülök, hogy itt vagy a kedves gondolatoddal, mert azt tudnotok kell, hogy minden egyes leírt szavad, az mind a szívednek a belső történetét sugározza. Úgyhogy szeret anya nagyon kicsim. Legyél itt továbbiakban élőben, és hogyha szeretnéd, akkor nyitott vagy, el fogom mondani a történetedet, a felgyülemlő problémákat, de a megszégyenítő történetedet nem fogom köszíríteni, hogy megszégyenülj újra és újra, mert úgy gondolom, hogy nem ide való. Jó? Szeret anya nagyon. Mindent elmondok, kedves Marika, így van, hát a felgyülemlő probléma erről szól. A felgyülemlő probléma a bejárt utad. Mi történt múlt héten, vagy 22 évvel ezelőtt? Amit magaddal cipálsz, amit nem tudtál elengedni, erről szól. Amit nem engedtetek el, a felgyülemlő probléma, ami fölötte elsiklottál, én látni fogom, és tájékoztatni foglak róla. Ez a lényeg. Látni fogom, kikkel vagy kapcsolatba, kik azok a 2-3-4 személy, akit a bizalmi körödbe fogadtál, és el fogom mondani, hogy mit is melengedsz a kebleden. Beszélni fogok minden egyes dologról, ha közvetlenül a jelenlegi helyzetedben probléma van, megvalósítás, például ha valaki egy üzletet szeretne nyitni, ezekről kapcsolatban is fogok beszélni, konkrét dolgok. Tehát, hogyha az apai vagy anyai oldaladdal volt probléma, ott felsorolom a hozzátartozóidnak a nevét, tehát pont erről szól konkrét. Mikor lesz ingyenes jóslás, kicsim? Boldi Zsár, neked már ötszörös árad lesz. Ingyen jóslást tőlem nem fogsz kapni, de csak azért, mert tiszteletlen vagy. De ha talán 6 hónap múlva, fél év múlva rájössz arra, hogy miben nyilvánul meg, akkor esetleg majd 8 hónap múlva beszélek neked ingyen. Mit szólsz, kicsim? Szeret anya nagyon. Hello mindenkinek, sziasztok! Nagyon fontos, hogyha ingyen információt szeretnétek tőlem, tehát azért tiszteljük meg egymást, jó? Tehát nyilván, ha elmész egy fogorvoshoz, és beülsz a székébe, előtte nem fogod leminősíteni, ugye? Mert éppen a szádba fog nyúlni, szerelmem. Azt írja valaki, hogy várjál, és ha kifizetem, te olyan neveket mondasz, akik nincsenek is a környezetemben. Hát kicsim, a jövendőlésben, a jövendőlésekben ott nem is fogod tudni, hogy kik azok a nevek. Ezért beszélek a bejárt utadról. Ezért beszélek olyan személyekről, akikkel kontaktolsz, meg akikkel a múltban volt kapcsolódásod. Ez a lényeg. Hát pont erről beszélek, ha én csak jövendőlgetnék, akkor hogy hinnétek el, hogy kiről van szó? Igen, a kövi rózsás krém még kapható, készítettem is róla a videót, csicsavszki.hu, jó? Tehát a csicsavszki krémnek én vagyok a megalkotója, mint látok.
ugyanúgy működőképes, jó? Tehát termékcsaládom is van, igen. Elérhető kicsim. Édesem, december közepére vannak időpontok, jó? De ha SOS-t választasz, akkor ötszörös árba kifizetheted, kicsim. Majd a komment szekcióba írd oda, hogy te vagy az a szemtelen fiú, és akkor írd oda, kicsim, hogy te voltál az, és ötszörös árba szeretnéd a közvetítést. Mire való a krém? Arcra, dekoltásra, májfoltok halványítására, kézápoló, lábápoló krémként is tudjátok használni, tehát ez egy kozmetikai termék, a kövi rózsa, a kollagén, az MSN, a seavaj van benne. Jó van, kicsim, szeret anya nagyon. Írd oda nyugodtan a megjegyzésbe, hogy te voltál a kis szemtelen, és akkor tudni fogom, hogy ki vagy, kicsim, jó? De nagyon fontos, hogy tollatpapírt majd vegyél elő, mert mindent fel kell írni, hogy közvetítsek neked, szerelmem. Jól vagyok, köszönöm szépen. Kedves Norbert, a kérdésedet tegnap, hát 4 óra 50-kor jelentkeztem ki élőből, úgyhogy ott volt minden nap az élőben, beszélgettünk a sötét dolgokról, a mágiákról, szeplőfortokra is, igen. Csicsovszki krém. Édeseim, annyi üzenetem jön, gyerekek, mindenki a Csicsovszki uniójósok.hu oldalán regisztráljatok be, ennyi a lényeg. Rengetegen írtok, hát annyi üzenetre nem lehet válaszolni. Már így is van 3 ember, aki kezeli a Facebook oldalt, meg az e-mailt. Szerintem te vagy a legjobb jósnő. Igen. Itt a kicsim. Honnan tudom, hogy valami rajtam, ezt egy kicsit jobban fogalmaz meg, szerelmem, mert ezt nem értem. Csicsovszki úrnőjósol.hu, így van, köszönöm szépen a kiírást. Édeseim, nagyon fontos, én is imádlak, kicsim, szeret anya nagyon. Azt szeretném megkérdezni, melyik csomagot kell kérnem, úrnő? Hát Attila, kérd a kombinált jóslást majd. Ugye utólag melyiket kérted? Az alapcsomagot kérted? Igen, a blokkjaidról beszélek. Szerbusz, drága Sziszka, szia Kari, szia Edith, sziasztok. Az volt, igen. Szeret apa, nagyon úrnő. Én is szeretlek, kicsim. Ja. Jól vagyok, köszönem szépen. Jaj, Karin, ne küldjetek kajcsit. Már most megláttam a Karit, és egyből éhes lettem. Igen, mindig olyan jókat esznek. Na, kedves, hogy mindig ismeri kajákat készít neki. Kombinált jóslás. Igen, az a lényeg, Attila, hogy ugyanúgy engedned kell, hogy közvetítsek, jó? Ugyanúgy felírjuk a neveket, mindent, el fogom neked mondani, hogy ki vesz téged körül, és azt is fel fogom neked mondani, Attila, hogy kivel kell figyelned. Kedves Judit, a tegnapi élő visszanézhető, szívesen megnézném, mert érdekes témákat boncolgattatok. Hű, Laci, ahol a Lindusnál voltam be, azt nem tudod megnézni, kicsim, mert a Lindus az a Lindusnak az élőjébe volt, én ott vendégkérelembe voltam, azt nem tudod visszanézni. Ezeket az élőket vissza tudjátok nézni, amit én indítok. Hát majd nem tudom, majd megkérem a Lindust, hogy küldj el, csak az a baj, hogy több óra hosszát nem tud átküldeni. René, nincsen ingyenes regisztráció. Ha itt vagy az élő beszerelmem, akkor felszólíthatlak a történeteddel. A regisztráció, mint szolgáltatás, tehát ugye a Csicsovszki úrnőjósol.hu, jó? Ne írjatok üzenetet, mert ha üzenetet írtok, akkor is a Csicsovszki úrnőjósol.hu oldalára vezetek át mindenkit, jó? Tehát nem bratyizgatok üzenetbe senkivel, kicsim, elmenne szerintem 2 hét, mire én mindenkinek válaszolnék. Ott a weboldalon. Hogy nem kell nekem a jogosítvány, mondta a Peti, úgy is balesetem lesz. Jaj, mondtam már Attila, hogy felejtsd el ezeket a humbukokat. Igen, születésemtől fogva van bennem a tudás. És ha nem stim... Bocsánat, elugrik. És hogyha nem stimmel az életút, vagy bármi, amit mondasz, kicsim, minden stimmelni fog. Le fogsz esni a székről. Hát Black Angel, én azt nem tudom, édesem, hát ez az ő élője volt. Azt kérdezi Boldizsár, hogy átkot le tudsz rólam venni. Nincs is rajtad átok, nem vagy már ilyen butaságot.
Micsoda, és mondd meg, hogy lesz egy Péter név is, úgyis. Hát ott vannak, lediktáltam neked a neveket. Megjósolnád, hogy mit fogok kérdezni? Kicsi Szókratész. Szeret anya nagyon. Hát, hogyha a közvetítésednél ott volt a Péter, akkor vigyázz, igen, feladatod lesz vele. Nehézségek, mélypont. Csak azoknak a nevét mondom ki, akikkel problémák lesznek. Nem baj. A lényeg az, hogy tesztelhettek nyugodtan. Itt van a lehetőség, fizessetek a Csicsavszki Unió jósok.hu oldalán, aztán lehet tesztelgetni, kicsim. Itt az a lényeg, hogy a te életedet segítem. Itt az a lényeg, hogy éves szinten mindig ugyanabba a hibába futsz bele, és tudni szeretnéd, hogy mitől van ez a történet. Kicsim, a Csicsavszki úrnőnek a szemöldöke, tévedésbe vagy szerelmem. Hello mindenkinek, sziasztok! Szókratész, a bolhának a méretét és a paramétereit tedd be a Facebookodba, jó kicsim, és akkor tudni fogod, hogy mettől meddig ér a takaró szerelmem. Vissza tudod olvasni, nem? Pörög a cset. Szia, hogy alakul a munkahelyem? Keres a Csicsavszki úrnő jósapodban. Pénz visszafizetési garancia nincs, hát hogy lenne kicsim? Szeret anya nagyon. El kell döntened, hogy veszel-e egy zsák krumplit, és megeszed, vagy sem. Ha te kételkedsz kicsim, és ha te már pénz visszafizetési garanciáról beszélsz, hát akkor ne esküdjünk meg soha kicsim, mert akkor házassági szerződést is oda nyomsz a képenbe, szerelmem. Itt vannak az élők, kedvesem, hallhatod, hogy hogyan működik. Hallhatod, hogy hogyan szólítok fel vadidegeneket, kicsim, aztán eldöntöd, hogy veszel-e egy zsák krumplit, vagy megesküdünk-e házassági szerződés nélkül, kicsim. Nincs takarom, mert felraktad a fejedre. Ó, szerelmem, ez egy nepáli kendő. Ezzel nem igazán tudnád betakarni a sérüléseidet. Úgyhogy szerintem még 40 fokon sem most ki magad, kicsim. Szeret anya nagyon. Én hiszek neked. Oké, szia, regisztrálni kell nekik, ezt nem értik. Hát lillós, hát ha már fizetni kell, akkor már vakarózik a hátsó felük. Szeretnéd te is feltenni a fejedre? Hát, ó, hát még a Bobby Brown rúzsomat is lecsókolná a számról, ha hagynám. A kis történetes. Ha kártyát vett, mit aratsz? Milliókat. Így vagyok milliárdos kicsim. Most menni fogok egy hajóútra, szerelmem. Fantasztikus hajóúton fogok részt venni, és hát majdnem egy hónapos utazás lesz, úgyhogy majd onnan fogok integetni, és akkor a kis kendőimet is láthatjátok, hogy hogyan fog libbenni. Teljesen jó lesz kicsim. Szervusz, kedves Gábor, szép napot kívánok neked. Na, Lovely Naomi írja, hogy én nem akarom tudni jelenleg, de amikor szükségem volt rá, a tiéd is bejött. Igen. Igen, hát ugye ezek a videók, amit feltöltök, ezek kollektív üzenetek. Tehát nagyon fontos, hogy a kollektív üzenetek nem privát jóslások. Igen. Miről szól a live? Arról szól, hogy az én tudásom segíti az emberek életét. Konkrét nevekkel, történetekkel támasztom alá, hogy a te történetedről beszélek. Látom ki képességem, abban nyilvánul meg, hogy nem intézek feléd kérdéseket, úgy látom a jövőt. Itt lehetősége van mindenkinek látni, hogy hogyan működik. Rengeteg embernek segítek ingyen a közvetítéseknél. Elmondom, mi van a szívében, mi követi tovább, és mielőtt áll. Felsorolom a családjainak, a hozzátartozóinak a nevét, ha velük van probléma. Bocsánat a bacskám. Szerintem a macska beizgult a hajóút miatt, igen. Kedves Anton azt írja, hogy mondaná rólam valamit, köszönöm. Természetesen kicsim,
Rád kell szánnom az időt, szerelmem egy óra hossza, jó? Csak a tiéd leszek, abban az egy órában csak veled foglalkozok, úgyhogy mindenképpen be kell regisztrálnod a csicsavszkiurnőjósó.hu oldalán, válaszd a kombinált jóslást, a kombinált jóslás a teljes körű, tollat papírt előszerelmem, jó? Írd fel, jönni fognak a nevek, települések, munkásságok, mindent fel kell írnod, szerelmem. Nekem is közvetített ingyen. Igen, igen. Kedves Lilla, azt írja, hogy mondasz nekem egyet? Kedves Lilla, a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán, jó? Rád kell szánnom az időt, egy óra hossza veled foglalkozom. Szia, a régi blokkokat, traumákat is... Márjál, elugrott. Régi blokkokat, traumákat is fel lehet oldani általad? Természetesen, Dóra, amikor felszólítalak a te történeteddel, amikor kimondom a szeretteidnek a nevét, és az elhunytadnak a neve is felsorolódnak a közvetítésnél, akkor teljesen sokkolódhatsz, majd azonosulsz és elfogadod. Az a lényeg, pont ez a lényeg, hogy visszavezetem a problémákat, amit nem tudtál elengedni. Nagyon fontos, hogy egy halott látó és én köztem annyi a különbség, hogy nem csak elhunyt szeretteid üzenetét adom át, hanem a bejárt útjáról beszélek. Én fogom kimondani az elhunytadnak a nevét. Az elhunytad megtisztel azzal, hogy megmutatkozik nekem, és rajtam keresztül fogod kapni az információt. És nem csak elhunytak történetét tudom leközvetíteni, hanem az élőknek a történetét is. Nagyon jól teszed, csak utazz el, és érezd magad nagyon jól. Kösz, Ildikó. Hát, mindig az van. Hát muszáj. Valahol le kell adni a batyút, nem? Velem mi fog történni a jövőben? Kedvesem, a csicsovszkiurnőjósó.hu oldalán, jó? Kicsim, időpontegyeztetés, jó? Időpontegyeztetés nélkül nem tudok senkivel foglalkozni. Anyának is tudnál valamit mondani, már régóta akar veled beszélni. csicsovszkiurnőjósó.hu. Én, mint halott látó, kicsim, itt vagyok, jelen. Haló, jelen, itt vagyok, kicsim. Neked nem gyűlik össze a sok jóslától a negatív energia, amit érzel akár a személyeknél? Hát Erika, ezért megyek Brazíliába, meg ezért megyek Jamaikába. Ezért utazok sokat, hogy valahol le kell adnia a batyut. Tudod? Sok munkád lenne benne, mibe, szerelmem? A problémákat nektek kell megoldani. Én elmondom, szerelmem, hogy mi történt a Jóska Pistával, meg az Ildikóval, aztán majd te oldod meg. Hát én csak leközvetítem neked. Tehát én a problémáitokkal, azokat nektek kell feldolgozni. Tisztításokkal foglalkozok, felszólíthatom a lelkeket, el tudom tőled küldeni, így van. Ha belelátok az életedbe, tudlak gyógyítani is. Van, ami nem jön be, és nem is tudom hozzátenni. A mondat, az összealkotás, a írás. Jó, az írásaitok, egy kicsit figyeljetek. Kedves Szava 5 bomb, csicsavszkiurnőjósó.hu, jó, kicsim? Időpont egyeztetés nélkül nem áll módonban senkivel foglalkozni. Ennyi sokat tudol, édesem. Mindent, konkrét nevekkel, történetekkel támasztom alá a sztoridat. Találkoztatok-e már olyan látóval, vagy halott látóval? Mert nálam mind a kettő működik. Konkrét nevek, én mondom ki az elhunytadnak a nevét a bejárt útjáról. Szeret anya nagyon, szia Adrián, szép napot, akkor kombinált jóslás kell választani, ha elhunyt szerettünkről szeretnénk hallani. Ha csak kizárólag róla akarsz hallani, és nem magadról, akkor az úrnő áldott kártyája csomag. El kell döntened, hogy abba az egy órába a te történetedről beszéljek. Ha a te történetedről beszélek, ugyanúgy felsorolódhatnak az elhunyt szeretteidnek a neve. Ott mindenkinek a neve felsorolódhat. Ez a lényeg. Ha te lélek kommunikációt akarsz, az más, az az úrnő áldott kártyai csomag. Nekem szükségem lenne rá, csak nem tehetem meg a regisztrációt. Hát ahogy megteheted, akkor... lesz lehetőség. Gyere be itt a live-ba, ingyen közvetitek. A munkahelyre. Édesem, a kombinált jóslás. Le kell közvetítenem, ne mondjatok semmit. Kérdésekkel ne is forduljatok felém, amikor felveszük a kapcsolatot. Az a lényeg, hogy engedjétek, hogy én beszéljek. Azt mondja, aranyom, szeret anya nagyon. Engednetek kell, nekem nincs szükségem rád.
Hát semmi probléma nincs, hát ez egy lehetőség. Dani, a te életedről nagyon szívesen beszélek. Csak telefonon keresztül közvetitek. Nem személyes a jóslás, tehát telefonon keresztül kapcsolódok rád, ugyanúgy el tudom mondani az életedet, mint hogyha személyesen találkoznánk. Csak is magas rezgés szinten működik a közvetítés. Csicsavszki úrnőjósol.hu. Csicsavszki úrnőjósol.hu. Tehát időpont egyeztetés. Tehát nem ingyenes a privát közvetítés. Tehát ez nagyon jó, az nagyon fontos, hogy tudjátok, kicsim. Közvetíteni szoktam itt, Angel. Gyere be a live-omba. Azt mondja, telefonon hagyjuk már. Hát szerinted még a gatyád méretét is elmondom, szerelmem. Ó, ha te tudnád! Ó, te tudnád, amit én... Hát édesem, most nem engedek be senkit. Nem kentem fel a pirosítót, úgyhogy most csak információt adok át, kicsi szívem. Szeret anya nagyon. Érthetetlenek. Hát, na... Ez a tanárok mindig azt mondják, az az jó, ha van kérdés. Még külföldről is működik ugyanúgy a telefonon. Így van. Tehát most gyakorlatilag több mint 2000 kilométerre vagyok Magyarországtól, és ugyanúgy működik a közvetítés. Aki itt volt, tegnap hallhatta, hajnali ötig voltunk a live-ba, kicsim. Még azt is elmondom, hogy mi van a lakásodba, szerelmem. Aztán ott behú lesz, kicsim. Még azt is elmondom, hogy milyen tárgy, ami nem a teti, ami a, nem a tied, az, ami nem a te tulajdonod. Szia, Emel Díjas, híves, hogy tudjuk beszélni? Nem. Ki kell fizetni? Utalás után tudok neked időpontot adni. Nem is látod az ember telefonon. Hű, kicsim. Kicsim. Kapcsolódás, látnoki képesség, olvas utána a Google aparátod, jó? És akkor majd beszélünk, szerelmem. Mi? 50-szor elmondom. Anya, engem is vigyél magam, micsoda. Engem is vigyél a tengerre, mert ha nem, bebömbizek. Jó van, kicsim. Üzenetben nem lehet megbeszélni, hogy mikor tudnál jósolni azt is, hogy majd miről? Na, Márta, a Csicsavszki úrnőjósol.hu oldalán ott megtalálod az áraimat. Ki kell választani, amit szeretnél, ha a kombinált jóslást választod, ott van az ára. A regisztrációd után kapsz egy visszaigazoló e-mailt, arra tudsz utalni. Ahogy beérkezik az utalásod, nézzünk időpontot. Hétfőtől péntekig foglalkozok a történeteddel, szóval akik most utaltak a hétvégén, holnap fogom őket hívni, jó? Szeret anya nagyon. Mennyibe kerül? 24 ezer forinttól 58 ezerig vannak az árak, a többi ár mind-mind plusz szolgáltatás. Hülyeség. Hát, kicsim. Majd beszélgetünk a pörkölt főzésről, az lehet nem lesz hülyeség neked. Szeret anya nagyon. Mennyibe kerül? Igen, azt elmondtam, nem is kell, hogy láss elég a hang. Így van. Pedig jó jósol. Hát, hogy ne? Jól, az igazat, csak az igazat mondom. Na, jól van, Beatrix. Csáki Beatrix, neked már közvetítettem, nem? Olyan ismerős a neved. Jó a Csáki név. Libapüros lettem, hogy mondtad, mit mondasz. Laká, hogy nem már? Hát én meglátom az urnát is a lakásba. Elhunyt szeretteiteknek a tárgyát, a léleknek a nevét is kimondom, szerelmem. Ha mindent, kicsim, hát hogy a francba ne? Azt írja a körmesé. Szia, a jó és a rosszat is megmondod, ha bár egy kicsit ijesztő, valahogy félelmetes. Hát a bejárt utatokról muszáj beszélnem, a felgyülemlő problémákról, mert másképp nem hiszed el, hogy rólad beszélek. Az én elhunytam nevét nem tudnád kimondani. Kicsim, ha nem regisztrálsz, akkor nem is fogom kimondani. Csak azokkal foglalkozok, akik megkeresnek, szerelmem.
Azt tudnatok kell, hogy a videók, amit feltöltök rendszeresen, ezek kollektív üzenetek, tehát ezek vagy rezonálnak veletek, vagy sem. A privát közvetítés az rólatok szól, az csak rólatok. Az a lényeg, hogy végkimenetelről nem beszélek egy közvetítésnél, jó? Betegségről beszélek, elmondom, hogy mire kell figyelni. Azt írja Farkas Éva, hogy a pénz beszél, a kutya ugat. Édesem, a szabad időmbe bejövök ide TikTokra, és ingyen közvetítek embereknek, órahosszán keresztül, ingyen teszem. Hello. Aki privátba megkeres, és kifizeti a szolgáltatás árát, igen, 8-tól 5-ig fizetnie kell, így van. Nagyszerű dolog lehet ez a képesség. Há, hogyne, hát tudom, hogy ki mond igazat, és ki nem. Nem tudnak átbaszarintani. És én leszek akkor az ügyvéded a közvetítésnél, téged foglak védeni, el fogom neked mondani, hogy kik vesznek körül, és kivel kell figyelned. Ez a legjobb a sztoriba. Google? Mi van a Google-lel? Ezek a kérdések? Kicsim, keresse a Csicsovszki úrnő jósol.hu oldalán a kozmikus jóslások, a szerelmi jóslások. Nincs emeldíjas hívás, én hívok mindenkit, neked utalnod kell, ha akarod a szolgáltatást. Csicsovszki úrnő jósol.hu, ott vannak az árak. Én nem kérném teljesen ingyen, ha előbb majd behívsz. Megkérdezhetem tőled engem el, vagy ne. Mi? Megkérdezhetem tőled enedjem el, vagy se. Ja, hogy engedjem el. Gyerekek, írni se tudtok, kicsim. Ha nem tudjátok leírni normálisan a mondatot, nem tudok válaszolni. De te egy nagyszerű ember vagy. Igen. Sziasztok. Hát én is fejlődök napról napra, szóval. Ugyanúgy megeszem a szalonnát. Az igazi úrnős biznis nem megy. Hát hogy a francba nem menne? Mondjál már nekem egy olyan látót, vagy egy halott látót, aki konkrét nevekkel támasztja le a sztoridat. Tudsz ilyen szeméről? Kicsim. Úgyhogy megemelheted a kalapodat rendesen, aztán hozhatsz egy kávét, jó? Meg hozzá kérek egy pohár kólát, kicsim, jó? Meg abból a Frincsi brassó is történetből is kérek, jó kicsim? Szeret anya nagyon. Sziasztok! Az úrnőt kiszolgálhatod, amit kérek, hozod, jó? Szeret anya nagyon. Hello mindenkinek, sziasztok! Az a baj, kedves Judit, hogy nagyon sok a kókler, és ezért nem hisznek benne. Hát Gabriella követni kell, itt ingyenes. Tehát a kártyavető, a látnoki képesség teljesen más szerelmem. Követni kell, itt vannak az ingyen közvetítések. Hát az ingyenből már nem tudok lentebb engedni. Kedves Nagy László, elmondom neked, keressél a Csicsovszki úrnő jósol.hu oldalán, tehát rád kell szánnom az időt. Várjál már, mi van? Annó kinevették, a tévé keresztül költ az energiát, igazuk is volt, nincs látó, nincs jós. Erka? Hello, Csicsovszki úrnő vagyok, jó? Tehát nem a tévéből reflektálok, jó kicsim? Nem általánosítunk, addig, míg nem ettél abból a jó kis húslevesemből, addig ne beszélj badasságokat. Hes. Szia, kérlek, mondd meg a szerelmem nevét, esküszöm, keresni foglak, édes Ádámom. Nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy te kérsz egy kombinált jóslást, és azoknak a nevét fogom neked leközvetíteni, akikkel problémáid vannak. Hát itt vagyunk 194-en. Hes. Valaki most vitte le a szemetet, most szedte ki a karfiollevest. Hát mit gondoltál? Valaki ott vetreng az ágyba, meg nézi a Netflixet. Hát majdnem 200 ember közt, majd pont így fogok rád kapcsolni. Hello, mondd meg. Hát meg egyébként is. Már bocs, de fizessél kicsim a szolgáltatásért, tiszteletlen vagy, nem kapsz ingyen információt, szerelme.
a lányok, akik itt vannak, akiknek rendszeresen közvetítek, ők is elmondják. Itt vannak a videók, nézzétek meg, csekkoljátok le. Ennyit szeretnék kérdezni, engedjem el, vagy ne? Le kell közvetíteni, szerelmem, az életedet, kicsém. Szeret anya nagyon. Puszi. Viszem a jéghideg pohár pepsit, jó lesz? Ó, Joci, köszi! Na, látjátok, Joci már rögtön felajánlotta a segítségét. De cuki vagy, köszönöm szépen. Igen, mert már egy kicsit elkezdek rekegni, mert annyit beszélek. Rekegni vagy rekegni? Az a baj, hogy nem értik a menetét. Akkor, Dorottya, akkor velem van a baj? Na, várjál, behívlak, Dorottya, jó? Segíts már egy kicsit, hát ha te konzultációdra jobban preferálnak. Várjál, kicsim, gyere már be, jó? Szerelmem, segíts. Na, most én kérek segítséget. Na, hello! Szia! Sziasztok! Ja, na. Segítsél akkor, kedves Dorottya, hogy szerinted mi az, amit én nem ott, vagy hogy esetleg hát, ha jobban hallgatnak rád? Szerintem az a baj, hogy a legtöbb ember hitetlen, türelmetlen, mindent adjuram Isten, de rögtön szeretnének. Enyhe cinizmus is van bennük, amihez nem értenek, azt hiszik, hogy ez nem is létezik. Itt arról van szó, hogy nem tesztelgetni kell az úrnőt, hogy most fiam van, vagy lányom, vagy hogy hívják a barátnőmet, hiszen a te életedet, hogyha valaki, ha az úrnő segíteni szeretné, akkor te nem attól leszel előrébb, hogy most megmondja neked a barátnőd nevét, avval ő mit segít neked? Semmit sem segít neked. Ez csak egy cinikus, tesztelgetős duma volt, és nagyon sok ilyet látok sajnos ebben a live-ban, úgyhogy én arra gondoltam, hogyha egyáltalán nem kíváncsiak az úrnő tudására, akkor miért vannak itt? Tehát akkor el lehet menni, lehet keresni mást is, nem erőszak a disznótoros, türelem kell, tisztelet kell, hit kell, hogyha nincs pénzed, és nem tudod összekuporgatni fél év alatt se egy csomagra az árát, akkor szépen bejössz az úrnőhöz egy élőbe, türelmes vagy, figyelsz, én is ezt tettem, 2 hete követem az úrnőt, az első live-ba, hogy bementem, egyből kaptam az úrnőtől közvetítést. Lehet, hogy csak 2 mondat volt, de az nekem nagyon fontos volt. Türelmes voltam, nem követelőztem, és különben is, hogyha szitkozottok, ha bántjátok, akkor mit hisztek, mit fogtok kapni? Csak rosszabb lesz az életetek. Tehát magatokkal szúrtok ki. Ezért, Dorottya, említs már meg, hogy vezetéknevet kaptál. Igen, igen, konkrétan bementem egy live-ba, nem ismert engem senki, és egyszer csak az úrnő elkezdett egy olyan vezetéknevet mondani, ami hozzám kapcsolódott. 12-en voltunk akkor éjszaka a csapatba, úgyhogy ez csak is hozzám tartozhatott, illetve elmondta azt is, hogy mivel foglalkozik az egyik hozzátartozóm, aki él, és az úrnőt én nem ismerem, soha nem beszéltünk, meg nem találkoztunk. Tegnap is, illetve hajnali 5-kor is az úrnő egy csomó dolgot elmondott, ami a szobámba található. De hát, hogy mi van velem szemben, milyen szobor, balra mi van, hogy néz ki, ő ezt nem tudhatta magától. A lelkek üzenték neki. Na most, hogyha ezt valaki nem hiszi el, az a saját problémája. Igen. De hát az úrnő most senkit nem fog itt marketingelni, hogy higgyetek benne. Szerintem ezt minden embernek a saját lelkébe kell néznie, hogy mennyire vagyok intuitív, mennyire vagyok spirituális beállítottságú, mennyire hiszek ebbe, és hogyha hiszek ebbe, akkor biztos, hogy pozitívan fogok csalódni, hogyha az úrnőt felkeresem. Nekünk is lesz majd egy kombinált beszélgetésünk december közepén, úgyhogy utána nagyon szívesen tudom a véleményemet és a tapasztalataimat átadni nektek ingyen. Igen, hát azért azt hozzá kell tenni, hogy amit live-ba elhangzik, ezek mind-mind ingyen vannak, és ugye sokan írják, hogy hát milyen tudás az, amit pénzé teszünk. Hát édeseim, manapság a szánk sem éri ingyen össze, de melyik látó vagy halott látót látjátok, aki ingyen közvetít embereknek, vagy hajnali 5-ig ott van a live-ba? Én egyről se tudok. De ha úgy is lenne, hogy igaz, akkor bocsánat, mert tévedek. Tehát az a lényeg, hogy,
hogy lehetőséget adunk mindenkinek arra, hogy bejöjjön a lájba, és hallhassa, hogy milyen, amikor egy vadidegen embert konkrét nevekkel, történetekkel szólítok fel, hogy hallhassa, hogy hogyan is működik. De a privát jóslások, közvetítések soha nem lesznek ingyenesek. Tehát azért azt ne várjátok el, hogy befektesselek benneteket az ágyamba vasárnap délután 2-kor. Csak úgy. Mert akkor a macskát, a férjemet ki kell lökni. Mert hogy te neked kell az információ. Tehát el kell dönteni, hogy mit szeretnétek. Ez a ti célotokat szolgálja. Az, hogy levezetem a történetedet, a problémákat neked kell megoldani. Én nem teszek el senkit láb alól. Nem foglalkozok ilyen mágiákkal. Jó? Tehát nagyon fontos, elmondom a történetedet, a felgyülemlő problémádat, alátámasztom nevekkel, munkásságokkal. Onnantól kezdve neked kell megoldani. Ez nagyon fontos, hogy gyógyuljatok, hogy segítse az életeteket. Semmi másról nem szól. Sziasztok! Szia, Jolika! És egyébként, ha Dorottya itt vagy, akkor mondd már el, hogy egyébként hol találtál rám azt, hogy esetleg Jolika, küldjél már egy felkérést. Én az úrnőre a YouTube-on találtam rá, mert az úrnő a TikTokos élő videóit mindig feltölti a YouTube-ra, úgyhogy egyszerűen csak kidobott nekem a YouTube. Én a YouTube-on találtam meg az úrnőt. Itt vagyok, bocsánat, csak lenémítottam. Igen, tehát az a lényeg, hogy rám találhattok különböző platformokon is. Itt valaki írja, hogy ez halványan van. Gondolom a rendőrségen is besegítesz eltűnt emberek után. Hát kedves árnyék, mindenre nyitott vagyok. Igen. Létezik. Tehát el tudom mondani egy ügyfélnek, hogy hogyan tették el lábvalól. Mindent el tudok mondani. Szerinted, amikor konkrét vezeték névvel, mindennel együtt, tokkal, vonóval megkapom egy ember történetét, szerinted nem tudom elmondani, hogy tették el lábvalól? Dehogy is nem. Minden információt át tudok adni az ügyfélnek. Sziasztok, szia Kari, szia Ildikó. Láttam, hogy be akartatok jönni. Sziasztok, szép napot. Nem kértem kérelmet, de valahol megint betették. Nem baj, szeretlek. Igen, csodálatos vagy, és tényleg csodálatos. Én annyit szeretnék már szóhoz jutottam. Miután így TikTokról ismerlek, olyan sokat fejlődtél, Juditka, olyan szuperul beszólsz az embereknek, kedvesen, és nagyon imádom, imádom. Sziasztok! Szia, Kari! Szia, szia. Elnézést! Na, nagyon örülök, hogy itt vagy. Hogy vagy, édesem? Hú, köszönöm szépen! Most már megfrissülve tisztán. Nézzel, jó. Mert voltam egy órát dolgozni. Na. Én annyit tennék hozzá egyébként, mert ugye mi csak annyira ismerjük egymást, mint amely beszoktál jönni hozzánk. Igen. És mikor bejössz, nem tudom, minek mondhatnám ezt, nem tudom, valami teljesen más érzés fog el. Teljesen másképp is viselkedek szerintem a lábban, nem tudom. És azóta is próbálom, de nem próbálom, hát csinálom ugye a gitárral való hangüzenet átküldést a teremtőnek. Igen. Igen. És a gondolatmenetek, tehát ugyanúgy a zene, ugye az mai napig megy. Nagyon szépen köszönöm neked. Hát persze egyértelmű, ugye mind a teremtés is nem úgy szokott lejönni, hogy azonnal, hogy elképzeljük és ott van a kezünkbe, hanem hát idő. Igen. És napi szinten nekünk kell tenni érte. Az, hogy bármiben is hiszünk, mert tehát az egész élet egy hit, az, hogy ki tudjál szállni egy rossz dologból, az is hit, hogy meg tudom csinálni. Mindenfajta csak hitről szól, nem az a fajta hit, amit nagyon sokan ugye hisznek, hogy van egy kereszt, vagy bármi, és akkor előtte mondom a magamét, nem, hanem így jön magadban, mert nagyon sok ember csak elmondja az imáját, és várja a csodát, nem. Nap mint nap felkelünk, és azért is mondják azt, hogy minden nap egy új esély.
Tehát reggel kinyitod a szemed, és már az esélyt kell látnod. Nem az, hogy ó, már megint egy nap. Nem. Megint egy olyan nap, ami csoda lehet a végén. Így van. Ráadásul úgy gondolom. Na, milyen szép tetkóid vannak, most nézem. Ja. Ez mind a munkádhoz tartozik, ugye? Tehát a hitethez, inkább így mondom. Így van, igen. Igen, ezt például akkor tetettem rá magamra, amikor az első történetem volt Egyiptomban, amikor egy olyan csodát láttunk, ami felfoghatatlan egy ember számára. Tehát körülbelül olyan volt, mint Szűz Máriának a megjelenése. Akkor gondolhatod, milyen volt. Jó. Igen. Hát mondjuk az igazság, hogy én nagyon sok dologban úgy hittem, az ugyanúgy a szerelembe is, hogy az egy, illetve annak az érzésébe úgy hittem, illetve úgy tettem érte mindig, hogy mi az, ami, vagy hogy magyarázzam, várjál. Tehát mindig a miértjét néztem a dolgoknak. Miért, valamint mit kell érezni, valamint mit kell átvinni a másik felé, hogy te szerelmes legyél. És egyszer csak jött az, hogy jó, ha ne keresik már a miérteket. Csináltam egy ilyen tisztító lehetőséget, ami azt jelentett, hogy egy évig hát kutakodtam, persze szép lányok után minden volt, és egyszer csak egy zenei, tehát itt a TikTokon, egy zene alá odaírtam, hogy, mert a zenében mindig figyelem azt, hogy miről szól. A zene is árulkodó, sőt, még csak az igazán. Mert oké, hogy a nagy mennyiségű zenéket megírva nagyon sok emberhez szól. Viszont aki ezt megérte, ezt a zenét, az valamit érzett akkor, és azt mondta, hogy jó, ezt le kell tudnom írni. Ugyanígy van szerintem a jóslással is. Tehát most, ha én nem érzem azt, amit kéne mondanom, akkor nem tudom kimondani. Hát ezek látnoki képességek, tehát amikor konkrét nevekkel, történetekkel támasztok alá dolgokat, ami már megtörtént, és úgy látom a jövőt, tehát innentől kezdve nincsen mellébeszélés. Tehát ez egy születés, tehát ezzel születtem, ez egy adottság, amit folyamatosan fejleszteni kell. Tehát Kari, emlékszel a te live-odban, amikor ott voltam, és bejött a moderátorod, hogy amikor a gyermekes sírt, hogy ott mit mondtam az úriembernek. Igen, tehát ott igazából is megfagyott, és azért, mikor szoktunk beszélgetni, azért egyszer-kétszer már egy szóba jött, hogy egyszerűen nem, el se tudta volna képzelni, hogy egyszer jön egy ilyen, hogy valaki ezt így kimondja, és mai napig hisz a dologba. Igaz. Úgyhogy, hája. Csak tudod, van Igen. olyan, hogy az ember pont, mivel pont arról van szó, hogy a múlt van való, és nem igazán szeretni az ember, hogy mondjuk vájkáljanak benne, mert így is vannak morzsák nyilvánvaló az ember életében, amiket szeretne elfelejteni, nem tudja sajnos. És nagyon sok ember pont ezért hitetlen, mert akarná a történetet, de valahol meg fél is tart attól, hogy visszakapja azt a filmet, azt a film részletet, amiben ő volt. Létezik ilyen? Természetesen, Kari, itt az a lényeg, hogyha fel van készülve az adott személy az információ befogadására, csak akkor keressen meg. A múlttal való történet, tehát tegnap is a múltunk, 2 nappal ezelőtt is a Igen. múltunk, tehát azt tudni kell, hogy ha vannak, már pedig nem vannak olyan dolgok az ember életébe, amit még most sem engedett el, tehát a gyökerét kell megkeresni, ezért vannak a konkrét nevek, konkrét települések párosulva a történetéhez az adott személynek, és ezáltal behatárolás alá kerül. Tehát az a lényeg, hogy az, ami minket érdekel, az nem biztos, hogy azzal van első körbe feladatunk. Tehát ha félnek, ha valaki fél, mert hogy mondod, hogy nem szereti, ha a múltjába vájkálnak, akkor neki még nem kell megkeresnie. Tehát amikor ő úgy érzi, akkor keressen csak meg.
mindenki elmondi. Hát ez egy türelmi játék, tehát ez olyan dolog, hogyha te egy rockkoncertről jöttél haza, és kérsz egy közvetítést 5 perc múlva, akkor azt fogom neked mondani, hogy gyere, szívjunk el egy cigit, vagy egyél meg egy sütit, tehát legalább kell egy fél óra ahhoz, hogy teljesen letisztuljon az elméd, hogy könnyebben tudjak rád kapcsolódni. Tehát az a lényeg, hogy neked teljes mértékig egy nyugodt állapotban kell lenned ahhoz, hogy én teljes mértékig tudjak még több információt átadni neked. Jolika, nem tudom, hogy beszeretnél-e jönni, ha igen, akkor küldj egy felkérést, mert nem tudom, privátba vagy. Tehát az a lényeg, hogy neked teljesen nyugodt állapotban kell lenned, és akkor így el tudja dönteni. Mi a véleményem Jézusról? Egy hívő ember vagyok, római katolikus is vagyok, rendszeresen járok templomba, és imádkozok napi szinten, úgyhogy a Jézus és a Szűz Mária előtt is ugyanúgy közvetítek és jósolok, tehát ők segítenek nekem egy-egy közvetítésnél. Ennyi a véleménye. Tehát a saját hitem ugyanúgy megvan. Alapvetően szinte mindenben hiszek, nincs olyan, amiben nem. Mert minden egyes történetnél ott vannak az üzenetek, soron kívül megkaphatod. Nincsenek dogmák az életembe. Igen. Ja, bocsi, akkor rendben, Jolika. Úgyhogy tudom, Kari, hogy téged is érdekel ez a spiritualitás, másképp nem is mentem volna be akkor az élőbe. Rendben, Jolika. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam átadni neked több információt, mert ott nagyon sokan nem akarták, hogy beszéljek hozzád, holott az a te live-od volt. Ugye ott többen voltak, akik demonstratívak voltak, de a lényeg az, hogy az információ, ami kellett, az eljutott hozzá. Igen, nagyon negatívak az emberek. Negatívak. Nem is tudom azt hova tenni, mint ahogy itt is olvasgattam, ugye már jó ideje fenn vagyok, és olvasgatom, hogy negatívak az emberek, nem is negativitás, hanem mondjuk, hogy irítség. Mert az irítség nagyon hihetetlenül kilátszik az emberekből, nem is értem, hogy miért egyébként. Mert minden embernek van egy tehetsége, mindenkinek. De a tehetségünket nem használjuk. Tehát úgy vagyunk vele, hogy jó, van egy tehetségem, legyen. És lehet, hogy nagyon sok ember, hogyha egy picit belegondol na az életébe, hogy hogy jutott el odáig, ahol van, vagy éppen hogy tudna ellene tenni, akkor a maga gondolatával már előrébb tudna jutni. Vagy nyilvánvaló, hogy még tovább tudna jutni. Legalábbis én szerintem így van. Igen, meg hogy tudjunk beszélgetni, tehát, hogy mint ahogy te veled is tudok beszélgetni, ugyanúgy bárkivel. Igen. Tehát aki nem hajlandó beszélgetni velem, csak egy kicsit legyen nyitott, mert sokan elítélik elvből a jóslást. Mert ugye most is írják, hogy a Biblia, gyerekek, a Biblia azt azért hozták annak idején létre, hogy azzal úgymond fogságba tartsák a népet. Kellett valamibe hinniük. És tudjátok, hogy a Bibliát is emberek írták. Nagyon sok pontatlan információ. Mint ahogy múltkor beszéltem nektek a szentekről, kiket nyilvánítottak szenté, akik segítették az embereket, és akik látták a jövőt, akik gyógyították az embereket, ugye? Szent Johanna, ő egy isteni látnoki képességgel rendelkezett, úgy szintén isteni látnoki képességgel rendelkezek. Szent Johanna, aki segítette a 100 éves háborút, aki egy Isten hívő volt, és mégis mágiára adották. Ott van Szent Teréz, vagy Szent Rita, ugyanúgy látták a jövőt, miről beszélünk, és ugyanúgy hittek a jó Istenbe. Szóval, ami a Bibliában van, inkább az okkultizmusról írnak, vagy a sötét mágiákról, azt én is elítélem. Sötét mágiákat nem működtetünk, önös mágiákat nem működtetünk, azok sötét dolgok. Egyébként egy mágia van, attól függ, hogy mire használja az ember. Ennyi. Ugyanúgy hihetsz a jó Istenbe és a te Istenedbe, és ha valaki keresztény, meghallgatja a másikat is, ugye? Mert azért nem kell beszélnünk arról, hogy a 14. században mi volt, vagy annak idején Isten nevébe hány embernek az életét vették el, ugye?
Tehát gyakorlatilag régebben is meg lehetett bolondítani az embereket a kereszténységgel nagyon durván. Szóval a lényeg az, hogy abba higgyél, ami segíti az életedet, a saját hitrendszeredbe senkit semmilyen formában nem szeretnénk megmásítani. A lényeg az, hogy a tudás benne van, amivel segítem az életedet, eldöntöd, hogy élsz-e vele vagy sem. Nostradamusról mi a véleményed? Valós Kata. Léteztek akkor is. Azt mondja, figyeljetek, összesítőt mond. Kedves Eszter, sportszeletet meg szalonnát eszek közvetítés közben. Transz. Amikor belekerülök ebbe a transzba, nekem ez a transz, a szalonna meg a sportszelet. Milyen jó is az. Most mit mondják? Nem, tehát közvetítek úgy, mint régen a Szibillák, de nem esek transzba. Szia, Lolo! Sziasztok! Igen. Akkor ezek szerint, mikor te transzba esel, akkor én is ott vagyok veled egyfajta szinten, nem? Az étkezés. Igen, igen. Jó, igen, a akkor transzba esel. Ez most a vicc része volt. Igen, igen, persze. Hát nyilván ugye nem kell, tehát nem az a lényeg, hogy meg miképpen, az a lényeg, hogy a ti életeteket tudjam segíteni, semmi másról nem szól. Ezzel foglalkozok, ezzel kelek, ezzel fekszek. Ha negatív lenne, meg sötét, akkor nem lennék szerencsés, azt tudnotok kell, mert csak is tiszta lélekkel és tiszta karmával lehet leközvetíteni egy-egy ember életét. Azt tudnotok kell. De mindennel így van szerintem. Tehát ha szürkén látod a világot, illetve a lelked nem tiszta, akkor bármit csinálhatsz, nem haladsz előre. Nem haladsz előre. Igen, igen. Mert mindig is tisztán kell tovább lépni bizonyos dolgokon. Sokszor nagyon nehéz. De a belső tisztítást azt önmagadnak kell végezni ahhoz, hogy tovább tudjál haladni a következő szintre. Igen. Válaszoljak itt az elhunyt lélekre. Van, aki el se tud menni, van, aki 40 éve itt maradt. Jó, tehát jó. Amit a Gogül ír, az badarság. Mindenkinél más. Elég, ha csak egyetlen egy szerettet itt marasztalja az édesanyját. Itt marad a lélek. Eszter, lehet a rossz ellen védekezni, hogy ne? Persze, hogy ne lehetne. Szintia, tanulják ő keményen a vizsgádra, jó? Tehát a látnoki képességet nem fogom ilyen sikerül a vizsgámra pazarolni, bocs. És utána semmi, bocsánat, olvasom, és utána semmi módon nem is tud elmenni a lélek. De segítségedre lehetek egy közvetítésnél. Meg kell szólítanunk együtt, hogy menjen el, ha ott van. Nem jó, ha itt marad a lélek, bizony, hogy nem jó. Holtak a holtakkal, az élők az élőkkel. Hát azt majd elmondom egy közvetítésnél, tehát nem teszem közhírré azt, hogy mit, hogyan működtetek. Természetesen a jövő képet is megálmodhatjuk, hogy ne vegyes bazár. Meg kell nézni, hogy előtte bekövetkezette vagy sem. Hello mindenkinek, sziasztok! Anita, ezt csak akkor tudnám megmondani, tehát a csicsovszkiuniósó.hu, jó? Tehát az a lényeg, hogy rád kell kapcsolódjak, rád kell szánni az időt, ahhoz, hogy le tudjam közvetíteni az életedet, konkrét nevekkel támasztam alá a te sztoridat, időt kell szánnunk egymásra. A lélek kommunikáció még durvább történet. Tehát ugyanúgy elhunytadnak a bejárt útjáról is tudok beszélni, tehát nekem kell kimondani a nevét, de amikor neked közvetítek, ugyanúgy az elhunytaidnak vagy a szeretteidnek a neve felsorolódik. Pillanat, nézem. Az igaz, hogy aki másnak jósol, akkor elvileg átveszi a teret és a betegségeket az adott személytől. Hát meglátogathat a Juliska néni, meg az Ilonka néni természetesen, de
ezek a háttéri munkák, amiért fizetsz a szolgáltatásért. Tehát erről beszéltem több és több esetben, hogy nekem a testemet el kell vinnem egy szent földre, fel kell szabadítanom, tehát el kell küldenem magam körül a történetet. Betegedni nem betegedek meg, hiszen ugye alapvetően megvan a védelem, tehát odafigyelek ezekre a dolgokra, tehát ez a lényeg, hogy fontos legyen. Most kapom itt az e-mailetek, édeseim, hétvégén nem adok időpontokat, jó? A honlapon ott a weboldal, ránézhettek 8-tól 5-ig hétköznap adok időpontokat, hétvégén nem foglalkozok ezzel, jó? Mi? Zoltán Csicsovszki, úrnőjósor.hu, jó? Tehát az a lényeg, hogy ezek nem játékok, tehát ez kőkemény. A lélekkommunikáció, minden, a látnoki képesség, itt fel kell vállalni a történetet, itt nagyon-nagyon körültekintőnek kell lennie, tehát nem hiszitek el, hogy nekem milyen feladataim vannak. Sokan azt hiszik, hogy egy-két kártyából mondom a jövőt, tehát ugyanúgy kőkemény feladatom van. Az egyensúlyt meg kell tartani. Szívügyek, keressél a csicsovszki.uniósok.hu oldalán, hogyha neked nagyon fontos, válaszd az SOS jóslást, napokon belül tudok veled foglalkozni, csak egyeztetni kell, mert már jövő hétre is eléggé elfoglaltak az esti órák. Az SOS jóslások dupla árasak, kicsém, késő délután is este, esti órák a dupla árasak. A látnoki képességet tanult, vagy veled született? Ezt nem lehet tanulni. Ez vagy van, vagy nincs. Rendben, Dorottya, köszönjük, hogy itt voltál. A látnoki képességeket nem tudjátok tanfolyamon megtanulni. Aki azt mondja, hogy tanulta a tanfolyamon, az nem... Mindegy, szóval ezek nem működőképesek. Tanfolyamon nem lehet ilyen dolgokat tanulni. Ez vagy benned van, vagy nincs. Vagy látod, vagy nem. Mások életét, konkrét neveket támasztom alá. A történetét a múltra, a jelenre, a jövőre vonatkozóan. Jó? Ezek nagyon fontos dolgok. Ingyen közvetitek itt a live-ban, így van, hogyha lehetőség van, akkor érdemes követni. Én nagyon várom. Szia, Ilona! Szóval ezek fontos dolgok, édeseim. Figyeljetek oda a mondandómra, amit mondok nektek. Na, nem tudom, hogy itt vannak-e a többi, a Dorottya az elköszönt. Igen, úgyhogy én is akkor elköszönök, édeseim, mert Karit meglátva egyből éhes lettem, úgyhogy megyek enni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt voltatok velem. Kövessetek a csicsovszki.uniósó.hu oldalán, vagyis hát ott be tudtok regisztrálni, itt kövessetek ugye a TikTokon. Nagyon fontos, hogy itt tudtok regisztrálni a weboldalra. Nagyon fontos, hogy nagyon sokan pár perces hírnevet szeretnének a nevemmel, a fotóval, tehát az a lényeg, hogy a honlapon, a weboldalon tudtok regisztrálni, jó? Kedves Csicsovszki úr, nagyon szépen köszönöm a behívást. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk ismét. És szeretettel várunk majd a live-unkba. Amikor csak tudsz, nagyon szépen köszönjük neked, hogy vagy. Jól van. És további szép napot, és jó étvágyat kívánok! Köszönöm szépen nektek. Hamarosan állunk neki még egyszer enni. Csak összevetcsinálni. Jó, oké, rendben. Én jó étvágyat kívánok először is, és hálásan köszönöm, hogy itt lehettem, és áldás kísérje minden léptedet, drága. Köszönjük. Szegény Ildikó, szóval se jutottál nagyon ne, most. Nem baj, most nem volt. Én csak voltam. Na jól van, oké. Okay. Nem, semmi gond. Nekem nem volt most olyan. Megmondtam, amit szerettem volna, igen, nagyon-nagyon. Azért jött ez, hogy igenis, ahogy mondtad, hogy tanulsz te is napi szinten, és én ezt érzékelem, hogy tényleg annyira, na, fantasztikus vagy, és egyre erősebb, egyre szuperebb, és vannak, lehet csatlakozni is, ugye, jó Istenem, elnevetem magam, lehet, hogy csak 5 percig fog tartani, mert sokan csak csatlakozni szeretnének, igen. Ugye, csak csatlakozni, sajnos, de hát annak is ára van, és szükséges megfizetni. Tudod, mi nevetek a csatlakozás? Persze. Szia, szia. Jaj, még mindig.
Sziasztok, Mábor, szép napot mindenki, és jó szia. hétvégét továbbra is mindenkinek. Sziasztok! Köszi, Sziasztok! szia Kari, Sziasztok! sziasztok.